Sziasztok, itt vagyunk Kisújszálláson, szálláson, és ismét egy vonalbejárás lesz. Most a Kisújszállási gazdasági vasutat fogom bejárni. Egyébként egy picivel arrébb majd ott a rakodó területéről indult, úgyhogy majd mindjárt majd még elgurulok arra. És egyébként egészen Túrkevéig ment ez a kis vasút, tehát addig fogom követni, és hogyha sikerül, akkor még Túrkevétől bejárom a mezőtúr Túrkeve vonalat, az már nem kis vasút volt, hanem normál nyomtáv, de még megpróbálom azt is bejárni, és akkor a terv az, hogy mezőtúrról fogok hazamenni. Srácok, itt vagyunk most jelenleg, itt a rakodónál, és a gazdasági vasút pedig itt jött. Hát itt volt neki egy szárnyvonal egészen a Szabadságtéri, de azt most nem fogom bejárni, hanem engem most a Túrkevei ág érdekel, tehát itt a Ligetnél kell tovább menni, és akkor Csorbai úton, de nem a főúton kell majd mennünk, hanem ugye a főút az erre jön, viszont itt kisvasút itt jött, ez egy földút. Tehát majd ott kell mennünk, és jelenleg itt vagyunk a park szélén. Hát tényleg ez az a park, ami térképen jelölve van, és itt ment a kisvasút erre. Így. Majd később mesélek a történetéről is, de azt majd inkább menet közben, majd megpróbálom az utat is fölvenni fejkamerával, és akkor közben majd tudok. Hát illetve majd elmondom valahol, és akkor majd azt a szalát tudom vágni a fejkamerás felvételnek. Ez már a Kecskeméti kisvasútnál is egy alkalmazott eljárás volt, tehát remélhetőleg beválik. A Dévaványai vonalbejárásán ezt megmutattam ezt a környéken, tehát onnan a rakodó végéről indult, tehát itt volt az átrakási lehetőség a nagyvasútra. És itt már jobban látszik, hogy merre jött a kisvasút. Itt volt az íve neki, és itt fordult el. Ezt a térkép is mutatja egyébként, hogy itt lehet visszamenni az útra, amelyik Csorba fele vezet, és ott van ugye van egy főút is, de mi nem azon, vagy hát főút az a betonút, de azzal a kisvasút mellett nem tudom, egy ilyen alsóbrendű földút, hát valami ilyesmi mint ez. Még ez még legalább jól járható biciklivel. Úgyhogy ha ennél nem lesz rosszabb, akkor az nem baj. Na hát a vasút az olaj itt van, viszont itt vette egy ilyen ívet, és itt, ahol már beépült, ott kanyarodik le, úgyhogy nem tudom pontosan követni, melyek az utca végéig, és a következő kereszt utcánál tudok lemenni, és visszanyomonal, viszont ezt nézzétek. Ez lehet, hogy egy vasúti vagon volt fénykorában, de persze lehet, hogy nem. De nekem gyanús, hogy ez egy kis vasúti személykocsiból lett, ugye, megcsinálva ilyen kis tárolónak. Hát igen, na ezt majd lehet, hogy bevágom ide a videóba, hogy a GPS jól mutatta, hogy itt a temetőn keresztül hozott a miért, de oda is van bejelölve, tehát valószínűleg a kisvasút is ott ment. Viszont most már megvan az útvonal, tehát valahol itt mentek a sinek régebben. Szerintem itt ezen az oldalon, ahol most vagyok, de ezt már nehéz megmondani, viszont innen gyakorlatilag egyenesen Csorbáig. És ennél csak rosszabb minőségű út lesz, tehát szerintem a város határáig lesz betonút, aztán utána már nem. De haladunk tovább, errefelé a vasút is. Na hát látjátok, ilyen minőségű úton lehet haladni. És a térképet most néztem meg, hogy egyenesen kell menni egészen a betonútig. Mert az alsórendű betonút ez majd valamikor el fog kanyarodni ide a földút fele. És hát onnan jöttünk, hát nézzétek meg. És itt van egy elágazás, de nekünk nem az kell, azért megnézem biztonság kedvéért. És hát akkor haladunk tovább, de itt ott van egyenesen, hát gyakorlatilag végegyenesen kell menni, és előbb-utóbb átvált betonútra, mert a betonút az egyébként itt arra fele van itt mellettünk, és előbb-utóbb így befordul ide, és a onnastól kezdve már az megy Csorbáig. Hát hogy a vasút hol ment, hát valahol itt, meg szerintem itt ment egyébként a földút helyén, vagy mellette. Mert gyakorlatilag itt a nyomvonal itt van végig bejelölve, tehát valószínűleg itt és töltés maradványt, meg ilyesmiket nem látom, pedig ilyen figyelek folyamatosan, hogy hátra van valami. Meg egy-két megállóhely is be van jelölve, de igazából sok értelme nincs ott megállni, mert ugye semmi nem maradt már meg, de hogyha valamit esetleg látok, ami ilyen régi megállóhelyre emlékeztet, akkor meg fogok állni, és úgy is megmutatom nektek, de hát egyébként fölösleges. Úgyhogy akkor haladjunk szépen tovább. A kisvasút történetéről röviden annyit, hogy 1948-ban adták át az első 12 km hosszú szakaszt, Kisújszállás és Csorba között, ez volt az első szakasz, ami elkészült, egyébként 760 mm-es, tehát kisvasúti nyomtávú volt. Tehát majd be fogom ide vágni, de még a megnyitó plakátja is megvan, hogy a Palaszvasútnak emlegették akkoriban,
ugye főleg az anyavilágot szolgálta ki, ott a csolbait anyavilágot főleg, és ezért hívták Paraszvasútnak. És még egy filmhíradó tudósítás is fennmaradt. Tehát később, ez 1950-ben adták át Csolba és a Kisendemajori szakaszt, ugye a Csolbától folytattak, és 1952-ben már elkezdték építeni Túrkeve felé, és 1953. február 4-én készen is lett. És még ebben az évben, 1952-ben épült egy szájvonal a Vörös Csillag térhez, ez 3,5 kilométer volt, és később pedig ebből a szájvonalból épült még egy 5 kilométeres szakasz Danitanyáig. Ez 1954-ben őszén készült el. És akkor még ugye létezett a Mezőtúr Túrkeve vonalszakasz is a MÁV a Nagyvasútnál, tehát a kisvasúti végállomás is ott volt a Nagyvasút mellett. Hát ugye sokat nem élt az egész vonal, mert már 68-as koncepcióban kimondták a megszüntetését, tehát 1969-ben már megszűnik elsőnek a Danitanyai szájvonalon megszűnt meg a forgalom. Ugye hát 1968. december 31-re volt a táv, hogy akkor kell megszüntetni, viszont két hónapig még várni kellett vele, mert nem készült el a közút. Tehát semmilyen útra, aztán még földút sem volt arrafelé, és akkor emiatt meg, és hát követeltek egy szilárd burkolatú utat helyette, és ez nem készült-e határidőre, tehát addig a vasút megmaradt. De 1969. december 31-én megszűnik a Túrkeve Csolba vonalszakaszon is a forgalom, és a kisújszállás is csak egy évvel élte túl a megszüntetés, mert a következő évben, december 31-én, ugye az akkori menetrendváltáskor megszűnik a kisújszállás Csolba vonalon is a szakasz. És még ugye Móra Attilának köszönhetően még a 1962-es menetrend is megvan, azt majd be fogom a videóba vágni. Azt majd látni fogjátok, és gyakorlatilag ennyi a történet, 1970-ben szűnt meg végleg, tehát mondjuk nagyjából 50 éve. És elvileg Csolbán még vannak némi maradványok, tehát még megmaradt az egykori magtár, megmaradtak a sinek. De ez majd kiderül, hogy hát ilyet, a sinekből valamennyi az útátjáróban megmaradt, meg a régi magtári lakodóvágánynál még vannak sinek. De hát azért is ezek kis évekkel ezelőtti képek, amiket találtam, hogy ott még megvannak, de hogyha megvannak, akkor meg fogom keresni. Itt egy kis egészségügyi szünetre megálltam, és akkor na, nézzetek, ilyen, hogy itt jött a kis vasút, itt a földút helyén valahol. És egyébként azért is épült, ez egy korabeli dokumentációban benne van, hogy kérték az építését amiatt, hogy nehézkes a csoltbait anyavilágból a terményt beszállítani, meg kivenni a földekre, mert hogy nincsen normális út, és hogyha eső van, vagy hó, vagy ilyesmi, akkor egyszer járhatatlanná válik a környék. És egyébként a pusztatenyői kisvasútnak a maradvány anyagaiból épült, tehát arra tartottak igényt, mert azt akkoriban kezdték el felszámolni. És hát gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ilyen kb. Egy kilométer, hogyha még néztem a betonútig, meg nem mész innen. Dalás volt, úgyhogy gyorsan elzavartam. Hát akkor menjünk tovább. Gyakorlatilag itt a villanyvezeték mentén lesz. Ez a villanyvezeték csak most került ide, de szerintem ez már ugye Csolba fele megy, tehát valószínűleg a Csolba ívetáp lesz. Úgyhogy akkor hajrá, menjünk tovább. Na, aztán megérkeztünk a műúthoz. És egyébként a kisvasút az valószínűleg itt ment tovább ezen a földúton. Viszont én most nem ott fogok menni, hanem itt mellette a műúton. Egyébként egy kicsivel később szintén be fog kanyarodni a jó irányba, és akkor Csolba fele. De hát most itt egyszerűbb a betonúton menni. Itt úgyse találok semmit, és jöttem meleget földúton. De hát közben sikerült lokalizálni, hogy itt a műút mellett jött a kis vasút, és itt, ahol most vagyok, itt fordult el. És egyenesen arra ment, tehát egyel az előbb eltévesztettem a lehajtást, itt kell lemenni, és itt egyenesen van Csolba fel a kisvasút, és egyébként valószínűleg ez a Pózna is a kisvasúthoz tartozik, hogy ez itt van magányosan, és nincs a környéken egy másik, és a vezetékek is le vannak a bárba, de valószínűleg ez távíró Pózna volt. De majd átmegyek ott arra, itt a hídon, és akkor megnézem, van-e még mások környéke, viszont itt ugye nincs semmi, semmilyen épület, semmit anyai, csak szántóföldek vannak, tehát valószínűleg nem villanyvezeték volt rajta. Tehát ez biztos, hogy távvilópózna volt, csak valami ez az egy megmaradt, a többit meg elbontották. Én ezt tudom elképzelni. És igen, jó sejtettem. Tehát másik pózna a környéken nincsen. Itt van ez. Levágott vezetékkel.
és sehol semmi a ilyen a környéken, és ez bizony, ez sima telefonvezeték, nem is optikai, ez sima résztelefonvezeték. Innen jól látszik. Tehát ez szinte biztos, hogy a kisvasúthoz tartott. Egyébként a póznán van egy szám is, de az nem olvasható, tehát már szinte teljesen lekopott. És errefele tovább itt ment a kisvasút. Egy olyan kb. 3 km még Csordba. Csordán pedig már lehet, hogy lesznek nyomai a vasútnak. Legalábbis, hogy úgy 10 évvel ezelőtt még voltak, akkor még láttam róla a képeket, bevágom majd a videóba, ha nem találom meg. Mert nagyjából be is vagy előre, hogy hol van, és hogy hol kell keresni. De majd, ha odaérek, ez is ki fog derülni. Hát akkor, hogy itt jött egyébként a vasút, itt követi itt az útnak az ívét, hát mondom, hogy szerintem a vasút mellé épült az út. Tána, és volt itt egy szájvonal is kiágazva a térkép szerint, ami valahol kicsit távolabb, és hogyha egyenesen mennénk tovább, akkor ott valahol lenne a vége. Hát ezt megpróbálok megkeresni. Au, hülye bögöly, ez jól megcsípett. Legalábbis azt hiszem bögöly volt. Na mindegy, menjünk tovább, és itt lesz valahol. És most a magtár épületet kellene még megkeresni. Mert mellette még voltak sínmaradványok, meg valahol az útátjáróban még voltak sinek. Mert itt Csordának a fő utcáján ment végig, hát most amennyire annak lehet ezt nevezni. Szerintem itt már sok állandó lakos egyébként sincsen, ez inkább ilyen mezőgazdasági terület. Szóval, kisvasút egyenesen tovább ment arra, és itt volt egy iparvágánya. Egyébként itt trágya van, bőven, tehát a szagot a videó nem fogja áthozni, de én érzem, tehát és itt ment egyenesen tovább a vasút, és ott, valahol ott a bálák környékén élt véget, csak ott a ház mögött, a térkép szerint. Hát most nem fogok elmenni, meg egyébként ez magánterület is, ahogy elnézem, és mivel a sinek itt mentek, itt már betonult van, és az valószínűleg akkor is megvolt, tehát valószínűleg itt, és itt ismét megvannak a távíró póznák, csak vezeték nincs már rajtuk, de valószínűleg egyébként ott ment valahol mellette a vasút. Szerintem itt az út már, itt az út és a póznák között mehetett valahol. És akkor a magtár épületet kell még megkeresni. Meg itt az utat figyelem, hogy valahol megvan-e a sínmaradvány, mert valamelyik útátjáróban van. Vagy legalábbis volt. És ez nem úgy néz ki, mint amit az elmúlt 50 évben újra aszfaltoztak. Vagy akár is felújítottak utat, tehát hogyha ha 10 évvel korábban megvoltak a sínek, akkor valószínűleg most is megvan. Ott szerintem ott a víztorony után valahol, ott arrafele kell keresni. Na ezt nézzétek. Szerintem ez egy vágányhíd mérleg volt. Legalábbis ez az épület meg itt előtte itt ez a dolog gyanús nekem, meg a berendezés is, majd ott van egy ajtó, megpróbálok bemenni és szétnézni, hát ha nem, akkor meg esetleg az ablakon be tudok mászni. Az épület az maga az üresnek látszik, de... Ez... Tehát szerintem itt, mert ugye a vasút valahol itt jött, és szerintem itt lehetett egy rakodóvágány valahol, itt vagy itt, és itt volt a mérlegelő, szerintem. De aztán lehet, hogy tévedek, mint Kecskeméten ott annál a rakodónál, ami egyébként csak a trafóháznak volt az oldalrakodója, de a vasúthoz semmi köze nem volt. Hát nem tudom. De nekem ez akkor is gyanús. De majd, mondom, nézzétek meg ti is mindjárt, mert megpróbálok bemenni, és látjátok, itt meg van egy sínszál, tehát... Azért van némi nyoma annak, hogy itt valaha vonat járt. Na szóval, akkor itt vagyok bent. Hát ez egy olajkályha. Ezt gondolom, ez sokaknak ismerős lehet. Ilyen régi fűtő alkalmatosság. Hát a sebe már nincs meg, vagyis hát a kéménye. Ez nem tudom, ez a vasúthoz tartozott-e. Viszont nekem ez az, ami gyanús. Tehát szerintem ez egy... Tehát mondom, biztos, hogy mérnek, tehát ezzel valamit mértek, és szerintem vasúthoz, tehát... 1000 kg-ig van skálázva. Sőt, 19000 kg-ig. Aha, mérleggyel hódmezővásárhely, tehát. Most mi az, ami még 19 tonna tud lenni, mondjuk egy kisvasúti teherkocsin kívül? Ez nagyjából, mert mondjuk egy bézmot az körülbelül 18 tonna, jól emlékszem, aztán 18 vagy 20 tonna, és az a legkönnyebb vasúti jár miatt, szóval kisvasúton simán lehet. És hát... Ez egy régi asztal, szék, hát az jól nem biztos, hogy ez vasúti. És hát
ami már szintén retrónak számít, az olvadó biztosíték. De szerintem jó nyomon jártam, és ez egy mérlegház volt. Tehát itt valószínűleg a teherkocsikat mérlegelték. És megvan a tárgyi emlék is. Sín. Itt vagyok helyi busz, és kudarcok, még busz is kiáll ide, bár eléggé gyatla volt az út, de ezek szerint még a busz ki tud ide jönni. És bizony itt van. Ez egy 760-as nyomtávú sín, és ennyi maradt belőle. Úgyhogy ennyi az átjáróba, úgyhogy a sín megvan. Amiről hallottam, hogy ezt még érdemes keresgélni. És akkor nézzük meg, hogy milyen buszmenetben van arra, és hova lehet ide eljutni. Hát ez elég sokszor van. Hoppá. Csak nem dalásfészek van a megállóba? Ja nem, ez csak ide szállt. Jó, van csak egy, jó, két dalás van, jó van. Na, mi van? Lehet, hogy van itt valami, mert elég sokan vannak, de mindegy, nézzük csak meg akkor szemről. Tehát kis új szállásra lehet menni, a vasútállomáshoz, meg az autóbuszállomáshoz, és 24 perc alatt. Ezt nézzétek, mibe sikerül belelépnem. Ez bizony egy elég nagy hangya volt. Na most meg itt mászkálnak rajtam a hangyák minden irányba. Tehát itt van a menetrend. Jaj, jönnek a dalasak. Na, tehát nem adjuk fel, látjátok, hogy kis új szállásra lehet eljutni. És van kb. 5-6 pár busz. A vasútállomásra, meg az autóbusz állomásra is. Hát az több, mint elég. Errefele. Hát gyakorlatilag ez fotója most a vonatot. És hát innen eljöttünk. Hát még arra is kíváncsi lennék, hogy milyen busz tud ide bejönni. Bár mondjuk a kis új szállás felől van beton út, csak elég szűk meg. Ugye eléggé gyatra az állapota, de végül is busszal be lehet ide vászorogni valahogy, és hát 24 perc alatt gondolom a vonat se ért be. És végül is ilyen szempontból mondjuk úgy, hogy pótolva van, meg azért lehet innen közlekedni. Hát ugye, és hát van egy fedett busz megálló, és ennyi, gondolom, hogy itt ott tud valahol a busz megfordulni, és akkor ennyi, már jön is vissza. Hát másfél óra múlva fog jönni a busz, azt nem tudom megvárni. Ott van még valami régi retro felirat, azt még meg fogom nézni. Na hát itt lennénk Csorba határában. Hát sajnos a magtár épületét azt nem találtam meg, szerintem elbontották. Csak még a körülbelüli helyét is nehéz belülni. De gyakorlatilag az egész település ennyi. És ott volt az a gépműhely feliratú ugye, lejárat ott a bekötő útnál, de az meg magánterületen van, úgyhogy odasett, és valószínűleg nem ott van, mert a térkép se ott jelzi. Tehát a vasút az itt van, csak egy dekanyarodó száj van, a nagy jelzett ott távolabb, viszont az ilyen és hasonló épület ott sincsen. Hát itt ment tovább egyenesen. És ugye ott az út az majd el fog kanyarodni, de nekünk egyenesen kell menni, mert a vasút is arra ment. De nem biztos, hogy lehet ott menni. Tehát ha nem lehet, akkor viszont a hozzá legközelebbi földúton fogom követni, hát amennyire lehetséges. De innen nyíl egyenesen ment, ugye majdnem a Túrkevei útig, és utána na, ott kanyarodik el Túrkeve fele. Viszont van még szájvonal a Danitanya, meg a Vörös Csillag TSZ fele is. És a kettő nagyjából fedi egymást, úgyhogy először azokat fogom bejárni, és aztán megyek Túrkevére. Ott a gazdasági vasút épületét megnézem, meg a megmaradt nagyvasút épületet is, és akkor utána tovább Mezőtúr fele. Ez most a terv. A térkép szerint egyenesen erre kell menni. A betonút arra folytatódik, amarra pedig egy másik földút megy, de a vasút az itt jött, tehát mi is erre megyünk. Hát már ameddig lehetséges. Hát valahol a kisvasút átment ezen a én csatornán, de hogy hol? Az jó kérdés. Mert itt volt valahol biztos egy átterez, csak azt is úgy tűnik, hogy elbontották. És még a nyomait is eltüntették innen. Úgyhogy nincs más hátra, mint elmenni erre, aztán valahol keresni egy átkelőt, ahol át tudok menni. Hát, muszáj erre menni. Hát akkor ismét jelentkezem, újra tervezés történt, hogy azon az úton tudtam végigjönni. A vasútgyomorát azért nem tudtam követni, mert több holtág, meg ilyen kisebb csatorna van, és nem mindenhol van híd rajta. Meg úgysem mindenhol van, arra mert a vasút jött, úgyhogy annyit tudtam csinálni, hogy mivel itt nyíregyenesen volt földút, és ebből a Google nem tévedett, mert végigjárható volt. Nem mindig lehet bízni a Google térképbe, mert sokszor ilyen tényleg még gyalog is járatlan utakat is bejelöl. De eddig ki tudtam jönni, és itt vagyunk a műútnál. És arrafele van valahol Túrkeve, de egyébként itt is volt vasút, tehát valahol itt jött. Itt az út mellett, vagy helyett, vagy valahol.
és arrafele meg van Danitanya, úgyhogy most azt találtam ki, hogy elmegyek Danitanyáig arra, és majd visszafele megpróbálom az utat fölvenni, addig is legalább töltődik a kamera, ugye a fejkamera, most ugye oda tettem töltésre, ugye ott van a powerben, meg a telefon is, ugye azért rakom a kosárba, mert akkor ugye folyamatosan tudom nézni a térképet, anélkül, hogy meg kéne állni és elő kéne venni a telefont. Tehát valahol itt, most ugye majd ránézek a térképre, hogy pontosan hol vagyok, melyik részén, mert valahol, meg itt az útnak ezen a részén lesz egy másik ilyen bekötő út, ahol meg a vörös csillag téhez volt, és oda is vezet az iparvágány, tehát azt is meg fogom nézni. Bár valószínűleg már semmi nyomát nem fogom találni, de mégis, hát ez nem az, szerintem a vörös csillag téhez még visszább van, tehát most inkább Danitanyához vagyok közelebb. Itt pedig lesz egy ilyen nagyobb főcsatorna, és még az előtt van. De ahogy a műholképen néztem, az egyetlen épület lesz itt ezen az irányban, tehát meg fogom találni. Hát, menjünk tovább, aztán majd jelentkezem onnan, hogyha addig eljutottam. És akkor itt vagyunk, Danitanyánál. Itt jött a kis vasút, és itt volt egy ív, és így ment be egészen odáig, tehát itt volt a szájvonalnak a vége. És az épület ott szemben az volt, hát most már csak ennyi marad Danitanyából. Ugye legkorábban itt szűnt meg a kis vasút, és ezt a... Ugye már mindjárt megmutatom, de látjátok, hogy tovább nem lehet menni. Mert ugye ki van írva egy magánút, meg hogy bejárni tilos, meg még őrzik is 024-be. És ezt a mi utat kiadték helyette, és azért kapott 2 hónap haladékot a határidő után a kisvasút, mert ez nem készült el időben. Hát itt volt az út helyén a kisvasút. És ezt az utat kérték helyette, tehát ez egyébként kivezet a 46-os útra, tehát így túl kevének is ez a bekötő útja a 46-os út felől, tehát Mezőtúl, meg Törökszent Miklós között, ott valahol Kétpó környékén van itt egy, hát ez a bekötő út, amin keresztül túl kevére be lehet jönni. Úgyhogy akkor innen 8 km vissza Túlkevéig, és közben még ugye útba ejtem a Vörös Csillag téjeztek az iparvágányát is, mert gyakorlatilag ugye fedésben volt a kettő, tehát először az épült meg, egy olyan 3,5 km hosszan, sőt a Vörös Csillag téjeztek ugye 2 egysége is volt, vagy hát 2 ilyen épület komplexuma, és mind a kettőt vezetett a vonal. Tehát ezt meg fogjuk még nézni, és utána abból a vágányból épült a tovább hosszabbítás eddig, Danitanyáig. Hát ugye a név közelez, tehát Danitanyát megnéztük, hát amennyire meg lehet nézni. Ez az egy épület maradt már csak belőle, és ezt is nagyon őrzik. Úgyhogy menjünk is tovább. Valahol itt volt a Vörös Csillag TS-nek a másik épületéhez vezető. Na, hát az innen nem látszik, az a baj, hogy messze meg kukoricás akkor is eltakarja, meg lehet, hogy nincs is már meg, de itt még volt valahol a távolban egy vonal, amelyik egy ilyen L-alakba érkezett meg. És az volt a másik bekötővágány. Az már egyébként a másik szájvonalból indult ki, amelyik itt tovább ment. Az egy kereszteződéssel arrébb van a szájvonal, amelyik a... vagyis hát inkább iparvágány, amelyik a Vörös Csillag téhezbe ment. Azt majd meg fogjuk mindjárt nézni, mert a következő kereszteződés már az lesz, és ott még maradtak is épületek. Úgyhogy megyünk is tovább. Csak én megmutattam, hogy még errefele is volt egy, de hát annak már semmi nyoma. És akkor megérkeztünk. Itt volt a kiágazása a Vörös Csillag TS-nek, és hát itt nyíregyenesen ment be a telephelyre. És az egyéb, előbb rosszul mondtam, mert a másik telephelyre vezető vonal is nem a kukoricásnál ment, hanem itt mellette az úton, csak egy ilyen nagy ívbe kanyarodott be. És aztán még végig egy ilyen elalakot csinált, és utána. Mert hát sajnos úgy láttam, hogy itt se lehet tovább menni. Ez is már magánterület, viszont ott a háttérben még látszanak az épületek. Hát egészen addig elment, és ott volt a rakodó is, csak hát így most nem tudok addig elmenni, hát ez akkor kimarad. Hát, nos, hát ott a kis kukkoló kamera, de hát nekem is van. Úgyhogy most akkor egymást filmezzük, nem baj. Tehát ide most nem tudom elmenni, és később ott még a picivel arrébb, ott körülbelül a harmadik villanypóznánál ott volt a ugye a kiágazás errefele, és a másik irányba ment túlkeve fel a vonal, hát majd azt meg tudom megmutatni, hát ugye ott is egy földút vezet mellette, de oda ott nem tudtam jönni. Ugye nem, a földút az nem a vasútvonalát követi, de azt megmutatom, hogy a kiágazás hol volt. Úgyhogy mehetünk is tovább. Hát a csorba felől onnan jött a kis vasút, és itt volt egy kiágazás erre. Így, ez volt az iparvágány, így volt egy kiágazás. És az eredeti nyomvonal pedig így jött, itt a kukoricás helyén, és itt a fák között, és itt ment túlkevére. Tehát
végig egyébként itt a betonút mellett ment, csak itt hát volt itt egy ilyen kétirányú kiágazás, tehát itt egy ilyen háromszög alakban. De egyébként így, tehát nem volt delta, mert nem volt közte összeköttetés, amit egyszerűen két fele ágazott. Tehát utólag épült ki itt a Vörös Csillag, TSZ, meg Donit anya fele itt ez a szárnyvonal. És az eredeti nyomvonal pedig itt ment. Ez volt az út, amit nem végig a vasutat követte. Tehát innen már nincs más dolgom, így nyílegyenesen bemenni Túrkevélre, és ott lesz a végállomás. Úgyhogy végül is akkor gyerünk tovább. Na megvan. Itt van az állomás épület. Hogy most ez a nagy vasúté volt, vagy a gazdasági vasúté, azt pontosan nem tudom, mert a vélemények megoszlanak. Illetve egymásnak el lehet mondani információk annak, ez a kis vasútével nagy vasúté volt, viszont arrébb, ott a tüzértelepen látok egy rakodót is, majd mindjárt azt is megnézem közelebbről. Ennek, hogy van vényom annak, hogy itt vasút volt, nézzétek meg a házszámot. Az ott egy vonat. 1885, valószínűleg akkor épült az épület. Hát valószínűleg akkor nyitották meg a vasutat, és akkor épült az épület. És itt van oldalnézetből. Na, ez volt az állomás épület.